A magyar rendőrség egyre gyakrabban veti be a drónokat az ellenőrzések során Cegléden elsőként még 2022-ben. A Kőrösi út déli út kereszteződését figyelték a magasból. Akkor arra fókuszáltak, ki az, aki nem áll meg a stop táblánál, és ki nem engedi át a gyalogosokat a zebrán. A drón 70 méter magasból figyeli a járműveket, és olyan objektíven rendelkezik, ami tökéletes képet ad az autó forgalmi rendszámáról is. Ezen a héten kedden és szerdán újra látható volt a rendőrségi drón, most a Széchenyi út felszegi út kereszteződésében. Látható volt, hogy rendőrségi ellenőrzést tartanak, látható volt a rendőri jelenlét, mégis sokan követtek el szabálytalanságot. Az egyik napon 21, a másik napon 16 olyan gépjárművezetővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek, aki nem állt meg a stop táblánál. Sőt, a tapasztalat az, hogy egyrészt nem, hogy nem álltak meg, nem is lassítottak, és még úgy sem, hogy valóban látható volt a rendőrségi ellenőrzés. Ketten a biztonsági jöv miatt kaptak helyszíni büntetést, egy sofőr pedig azért, mert nem adott elsőbséget a nyalogos átkelőn közlekedőnek. Nem ez volt az első, és nem is az utolsó drónos ellenőrzés. Hasonló akciókra továbbra is lehet majd számítani.